TASZ-missziója az, hogy az emberek tudatában legyenek a jogaiknak, és tudjanak velük élni. És ebből egyenesen következett a mondó. A kártyajátéknak a célja az az, hogy a fogyatékos és az épp gyerekek is tudjanak arról, hogy joguk van dönteni az életükről. Kb. A kártya fele olyan helyzeteket mutat be, ami épp gyerekekkel is megtörténik, és tudniuk kell ezeket felismerni. Amikor elkészítettük a mondókártyákat, és odaadtuk pedagógusoknak és szülőknek, akkor azt láttuk, hogy kicsit félve nyúlnak hozzá. Nagyon sok tabu témát érint a mondó, és azért gondoltunk arra, hogy meg kéne találni azt a formát, ahol egy biztonságosabb környezetben, ahol megtámogatva tudnak ehhez hozzáférni. Nekünk az a legfontosabb feladatunk, hogy egy olyan jó történetet hozzunk létre, ami szórakoztat, és ami által a gyerekek többek lesznek, mint mielőtt bementek. Ez egy ilyen stand-up show, ahol Zoli Robot elmeséli az ő élettörténetét. Zoli Robot vagyok. KZ-1972-es típusszámú protokoll robot. Téged hogy hívnak? Bocsánat, ez nálam egy jellemző típus hiba, a nyelvi processzor időleges meghibásodása. Sokszor kellemetlen helyzetekbe kerül, bántják őt, és itt kerülnek elő tulajdonképpen a kártyák üzenetei, ahol felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezekben a bizonyos helyzetekben ennek a kis robotnak van joga tiltakozni. Nem pedagogizálni akartunk, nem rémisztgetni őket. Hogyha ők végig nevetik, végig izgulják az előadást, akkor valószínűleg azokat a témákat is, ami az előadásról szól, elviszik majd magukkal. Ugyanarra a társadalomra készítjük fel ebben a esetben a gyermekeket. Tehát nekik kell majd a jövőben együtt élniük, és azért fontos ez a program, hogy párhuzamosan és együtt nőjenek bele egy elfogadóbb világba. A harmadik felület, ez pedig a Booker Kidsnek a mesetára, ahova a mondó animációs formában kerül fel. Megnyit az ember egy ilyen kis sztorit, könyvet, akkor egyrészt kapja a színházi darabnak a megrajzolt változatát, felolvasva, narrálva. Zoli Robot vagyok. És kapja a hozzátartozó kártyákat is, ami pedig ugye a gyerekek jogait fogja bemutatni. Fontos volt az, hogy legyen egy ilyen robotságuk, mert hogy robotokról beszélünk, de hogy legyen nekik személyiségük. Teljesítmény. Az egész gyerek 10 wattot sem tud leadni. Lehessen ráismerni az arcvonásukból a rossz csont haverra. A mondóba azért érdemes a cégeknek befektetni, mert ez egy hosszú távú projekt. Sokszor évvégén kapnak észbe a cégek, hogy milyen olyan ügyek vannak, alapítványok, civil szervezetek, amiket érdemes lenne támogatni. És hogyha ideje korán találkoznak ezzel a projekttel, személyes élményeik vannak, akkor sokkal könnyebbé válik a civil szervezet és a kereskedelmi szféra között a kommunikáció. Minden olyan cégnek, akinek az az érdeke, vagy ez a célja, hogy olyan munkavállalói legyenek, akik aktívak és önállóak, annak érdemes a mondóba befektetni.